Mostan a videóm a teletetést igénylő növényekről fog szólni. Nekem is az évelők és a télálló örökzöldeken kívül azért jó pár olyan növényem van, ami téli védelmet igényel. Ilyen mediterrán cserjén, például a leanderek, az enciánok, agapantuszok, van olajfám, sétányrózsa, fuchsia, tehát ez mind olyan mediterrán növény, amik a téli fagyokat nem bírják, illetve csak egy mínusz 1-2-3 fokig tolerálják a hideget, úgyhogy téli védelmet igényelnek. Érdemes, ameddig csak lehet kint tartani a kertben, tehát én is az erősebb fagyokig abszolút kint tartom, mert tolerálják azért ezt a viszonylag enyhe fagyokat, sokkal rosszabbul viselik a benti létet, úgyhogy ameddig csak lehet kint kell tartani őket. Amikor november közepén végén megjönnek az erősebb fagyok, szoktam bevinni hűvös, de világos helyre. Tehát, hogyha van lehetőség, akkor minél hűvösebb és minél világosabb helyre kerüljenek ezek a növények. Semmiképpen a lakásban, ne fűtött helyre. Ha nincs világos hely, akkor esetleg pincében is, vagy garázsban is tarthatóak, de a legjobb az hűvös és világos hely. A hűvös az azt jelenti, hogy körülbelül olyan 4-5-6 fok legyen maximum benne. Ha már ennél melegebb van, akkor esetleg megindulhat a hajtás növekedés. Úgyhogy ez a legjobb, hogy ezen a hőmérsékleten szépen pihennek és várják a tavaszi indulást. Nekem kicsit szerencsés helyzetben vagyok, hiszen van a házhoz építve egy kis téli kert. Ez a ház északi oldalán van, tehát itt csak a délutáni nap süti, viszont egész nap világos. Tehát ez azért fontos, mert télen is, hogyha tűzni a nap az üveget, akár a tetején is üveg lenne, akkor nappal akár 20-25 fok is lehetne benne, este pedig ugye nagyon hirtelen lehűl, tehát ez a nagy hőmérséklet változás sem tesz jót a növényeknek, úgyhogy ezért jó, ha valaki még most áll téli kert építése előtt, akkor mindenképpen a ház északi vagy nyugati oldalán legyen, hogy világos legyen, de ne süsse a nap, tehát ez nagyon fontos. Egész nyáron gyönyörűen virágzott ez a leander, most már egy október közepén befejezte a virágzást, megjelentek rajta a termések. Aki esetleg magot szeretne érlelni, akkor érdemes egy-két termés meghagyni rajta, viszont ezeket én leszoktam így vágni, hogy ne gyengítsék a növényt, tehát itt le kell vágni róla. Én metszeni igazából csak tavasszal szoktam a leandert, illetve minden más mediterrán növényt is, hiszen tavaszra derül ki, hogy mi az, ami esetleg megbetegedett ága, mi az, ami nem élte túl, mi az, ami tényleg muszáj visszavágni, tehát tavasszal szoktam metszeni, hogyha szükséges. A leandereken kívül nagyon nagy kedvencem a fuchsiák. Ezek a teraszon vannak egész nyáron, nagyon szeretnek itt lenni, ez ilyen észak-keleti terasz, tehát világos helyen vannak, de nem tűzi őket a napfény, és egész szezonban ontják a virágokat, viszont ők sem télállóak, tehát be kell vinni őket is teleltetni, de abszolút őket is csak akkor szoktam, amikor megjelennek az első komolyabb fagyok. Visszametszeni őket is csak tavasszal szoktam, hiszen ekkora derül ki, hogy melyik azok az ágak, amik visszafagytak, úgyhogy csak így beviszem őket november közepe körül a téli kertbe, tehát ők is hűvös, világos helyen szeretnek, és fontos, hogy ha megjelennek esetleg kártevők a nyáron, akár a leanderen, takácsatka, vagy pajzsteti, vagy bármelyik más mediterrán növényen, hát folyamatosan érdemes megpróbálni megszabadulni tőlük, de mielőtt bevisszük a téli kertbe, mindenképpen fontos, hiszen hát ha tovább terjed a többi növényre, az nagyon nagy kár tud okozni. Tehát ilyenkor még érdemes a bevitel előtt egy felszívódó, akár atkölővel, vagy rovarölővel, moszpillánnal, aktarával lepermetezni őket, hogy ne fertőzzenek tovább esetleg még ma egészséges növényeket sem. Nagyon nagy kedvencem ezek a sétányrózsák. Őket is november közepéig biztos, hogy kint hagyom, viszont ezek is mennek be a leanderek, enciánok, agapantuszok mellé. Illetve a másik nagy kedvencem az utóbbi években a mandarilla vagy tölcsérjázmin. Hát most még ugye október közepe van, de még mindig teli van virággal, úgyhogy őt is ameddig csak lehet kint hagyom, és amikor megjönnek az erősebb hidegek, az igazán hideg esték, akkor bekerül a többi növénnyel a téli kertbe. Nagyon nagy kedvencem az agapantuszok, egész nyáron hozták a hatalmas virágaikat, most már csak a levelükkel díszítenek,
ők is mínusz néhány fokig télállóak, sőt az örökzöld fajtákon kívül, akár takarással még kint is teleltethetőek. Én azért itt a Pilisben nem merem ezt megkockáztatni, úgyhogy az összes agapantuszom is indul be a téli kertbe. Fontos, hogy a bekerült növények, tehát amit említettem a permetezés után, télen is minimális növény odafigyelést igényelnek, télen is meg kell öntözni, különösen ami rögzöld, tehát akár a leanderek, ugyanúgy párologtatnak, hát hiszen nem ugyanannyit, mint nyáron, de azért két hetente, három hetente, havonta érdemes megöntözni őket. Az örökzöld agapantuszokat ugyanígy, fuchsiákra is szoktam önteni, tehát ami levél van, az nyilvánvalóan igényel öntözés, tápozás azt egyáltalán nem, azzal most már le is lehet állni októberben. A mediterrán növényeken kívül még számos fagyérzékeny növény van a kertünkben, akár ilyenek a dáliák, a kannák, hát őket is a fagyok közelettével kiszoktam szedni, és száraz és hűvös helyen teleltetni őket. Most már a kanna is itt igazén cserépbe tartom, de sokan kiültetve kezd elvirágozni. Tehát egészen addig, amíg a fagyok meg nem jönnek, kint vannak, és amint megjön a fagy, száraz, hűvös helyen teleltetem őket. Őket abszolút tilos öntözni, tehát teljesen szárazon, de hűvösbe legyenek tartva a tavaszig. A téli kert most jelenleg viszonylag üres, csak a néhány szobanövény van benne, néhány orchideám, szobafenyő, antúriumok. Viszont ezek ugye trópusi, szubtrópusi növények, tehát ezek télen, ha itt 5-6 fokban lennének, akkor ők, nekik ez hideg lenne. Úgyhogy az itt lévő növények majd mennek be a lakásba, és a kinti mediterrán növények pedig jönnek be ide. Hát télen itt meg sem lehet mozdulni, akkor ugye hát legalább egy 80-100 cserepes növényen valami teleltetést igényel, ugye akkor azok itt be vannak sorakoztatva. Ahhoz, hogy kicsit több helyen legyen, hogy egész nagy leandereim is vannak, össze szoktam kötözni őket, kicsit ilyen szűkebbre kerülnek így a vágai, összejebb nyomódnak, és így azért jócskán beférnek, tehát egy trükk, tehát ettől nem lesz semmi baj, úgyhogy nyugodtan össze lehet kötözni a nagy leandereket, és így mehetnek szépen sorba be a téli kertbe. Úgyhogy összefoglalva néhány mondatban, a lényeg, hogy ameddig csak lehet, tartsuk kint ezeket a növényeket a kertben, hogy minél több fényt kapjanak, és amint az erősebb fagyok megjönnek, akkor kerüljenek be a védelembe, a téli kertbe, vagy fűtetlen garázsba, folyosóra. Figyelni kell azért a téli öntözésre ritkán, de azért ezt nem szabad elhanyagolni, tápozni nem kell őket, és ha esetleg megjelenik rajta kártevő, akkor az ellen permetezni, de a legjobb, ha mielőtt bekerülnek, azelőtt, ha van rajta, akkor lepermetezni. Úgyhogy ezt a néhány fontos dolgot betartjátok, akkor abszolút egészségesen és rajtra készen várják a következő szezont ezek a csodás növények. Köszönöm!